Következzék dr. Herman Robert. Egy pár szót mondanék róla, ő magyar történész, publicista és író, amit ő annyira nem szeretne nagyon sok helyen ez szerepel. Számos az 1848-as forradalom és szabadságharca foglalkozó könyv szerzője, a Magyar Történelmi Társulat elnöke, és még sok mindennel foglalkozik, de azt mindenféleképpen szeretném elmondani, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi tanára aktívan, és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főtanácsosa tudományhelyettese, és most az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mítoszairól fog nekünk egy nagy nagyon érdekes és izgalmas előadást tartani. Köszönöm szépen a bemutatást. Tisztelt képviselő, asszony, igazgató, asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Éppen nemrég számoltam utána, hogy 27 éve voltam itt először a Versegi Ferenc könyvtárban, akkor még ilyen erősen kezdőnek látszó módon a Horváth Attilával, aki akkor kezdő jogász volt, és ugye manapság pedig alkotmánybíró, tehát mindenkinek fölviszi egy idő után az Isten a dolgát, hogyha megéri a maga módján. A mai előadásom során néhány olyan hát ugye mítoszról és legendáról szeretnék beszélni, amelyek a 48-49-es szabadsághoz, forradalom és szabadsághoz történetéhez kapcsolódnak, bár nemrég egy középkorász kollégám kioktatott arról, hogy ezek nem mítoszok és legendák, hanem ezek fabulák, de mondtam, hogy lehet, hogy neki igaza van filológusi módon, de az emberek ezt nem úgy értik. Tehát ugye ettől lesz még mítosznak és legendának nevezzük. Ezek részint olyanok, amelyek ugye az események után Keletkeztek és hosszú időre megfészkelték magukat a, a nemzeti köztudatban, de vannak közöttük olyanok is, amelyek egyszerűen a források nem kellő gondosság olvasásából keletkeztek, tehát azért a történészek is megérik a pénzüket időnként, és erre is majd fogok itt produkálni néhány dolgot. Sajnálatos módon szolnokhoz kapcsolódó mítosz és legenda nem szerepel bennük, bár itt az előadás előtt az egyik hallgatótól kaptam erre vonatkozó kérdést, de csak biztatni tudom a könyvtárnak a vezetőjét, hogy van egy derék kollégám, Kemény Krisztián, akinek éppen az idén jelent meg egy kiváló kötete a második szolnoki ütközetről, tehát a március 5-iről, aminek sokkal jobb a sajtója, mint az elsőnek, holott az elsőnek nagyobb volt a de ez csak az ilyen történészi megjegyzésem. És ő ennek kapcsán egyébként több a második szolnoki ütközethez kapcsolódó legendáról is bebizonyította, hogy hát sajnálatos módon nem egészen úgy volt, mint ahogy ez a köztudatban benne van. És ahogy egyébként én is számos munkámban ezeket leírtam, tehát én is sokat tanultam ebből. Ez csak azért mondom, hogy az ifjabb korosztályt is tessék meghívni, előadni, ne csak az ilyen vénülő embereket, mint amilyen én vagyok. Ugye ennyi idős korábban Bemapu már igen halott volt, ez csak azért mondom, hogy egy ilyen kicsit frivol megjegyzéssel. És ha már Petőfi emléké van, azt gondoltam, hogy, hogy az előadást Petőfivel kezdem és Petőfivel fogom befejezni, de előtte még a címképről szólnék néhány szót, amelyek igazából nem sok köze van az előadáshoz, de mutatja azt, hogy hogy a korabeli ábrázolások és a valóság az milyen viszonyban van egymással. Ez egy 1849-ben a Lipcsében megjelenő Illustrierte Zeitungban, tehát képes újságban közzétett kép, amelyik azt mutatja be, amikor Budavár 1849. május 21-i visszavétele után Görgei Altó tábornok, a magyar fővezér megvédi a vár bevétele során halálosan megsebesült Henrik Henci vezérőr nagyot, ugye a vár parancsnokát a várba berontó honvédeknek a dühétől. Kezdjük azon, hogy a jelenet nem történt meg. Tehát ugye ez, a, ez, az első, amit le kell szögezni. Hát a másik ugye az, hogy hogy nézzük az ábrázolt személyeket, ez itt középen Görgei Artúr, aki ilyen egyenruhát soha nem viselt, így soha nem nézett ki. Tehát ugye ez megint a pontosságról sokat elmond. Szerintem egyébként a honvédsereg előző fővezéréről, Fetter Antallról szereztek valóban egy képet, aztán a dolog úgy összecsúszott egymásra, hogy ez is fővezér, az is fővezér, ez is magyar, az is magyar. A Henci az nagyjából így nézhetett ki szegény, amikor ott lerakták, és a, ez a leemelt ajtó, ez is timmel, mert a korbeli leírásokból tudjuk, hogy valóban egy leszedett ajtón vitték be egy házba meghalni. Hát ugye a honvédek azok már nem nagyon stimmelnek tapintatosan szólva, tehát mondjuk a magyar hadsereget mindvégig az egyenruházati sokszínűség jellemezte, ami azt jelenti, hogy végig nem sikerült egységesíteni az egyenruhákat, de azért ilyen félvad kozákokra és nem tudom, bakonyi betyárokra emlékeztető külemű népek a Budavárt ostromló magyar honvédseregben már nem fordultak elő. Máshol lehet, hogy igen, de itt nem. Egyetlen egy pontos egyenruha van itt a képnek a attól függően, hogy honnan nézzük jobb vagy bal sarkán, e, aki egy huszár, egy hunyadi huszár, ugye a 13. huszár ezrednek a katonái viselték ezt az egyenruhát, ami nem hagyományos huszár egyenruha, hanem ilyen pörgek alap, Viktória dolmány, és egy kicsit olyan bővebb gatya, sőt, még még toruk és fokosuk is volt a mihez tartás véget, miatt nagyon utálták őket a másik oldalon, és mindig elterjedt róluk, hogy még Rózsa Sándor is közöttük van. Tehát ez az egyenruház ez nagyjából stimmel, ezzel egyetlen egy probléma van, hogy a Hunyadi Huszárok Budavár bevétele alkalmával már a Rába vonalán Győrben állomásoztak, tehát még turistaként sem fordul belőlük egyetlen egy sem. Ez ugye csak azért érdekes, mert hogyha egy korabeli ábrázoláson az ember ennyi pontatlanságot talál, akkor mi lehet a későbbiekkel. <kül> És hát ugye akkor kezdjük mindjárt a kedvenc mítoszommal, ami ugye most megjelent tőlem az Origón néhány napja, de hát ha nem mindenki olvassa az Origót, meg azért a ismétlés a tudás anyja, hogy ilyen nagy bölcsességeket mondjak. Tehát ugye az a kérdés, hogy vajon elszavalt-e Petőfi Sándor a Nemzeti dalton, Nemzeti Múzeum lépcsőjén? Ha elmennek a Nemzeti Múzeumhoz, és ugye szemben állnak az épülettel, akkor a bal oldalán, ott a lépcső emelvény bal oldalán láthatnak egy emléktáblán, amelyen szerepel, hogy Petőfi Sándor innen szavalt el a Nemzeti Dalt 48. március 15-én. Ennek alapján az ember föltételezni, hogy ez meg is történt. De ugye valamennyien közép- és kelet-európában élünk, és tudjuk az elmúlt évtizedek tanulságai alapján, hogy attól, hogy valamiről van emléktábla, nem jelenti azt, hogy az adott dolog az ténylegesen meg is valósult. Láttunk már olyan utca névtáblát is, ami nem létező személynek állított emléket, ugye Guszef kapitány szintén 1848-49-el kapcsolatban, vagy egy korábbi időszakból ugye Mészáros Lőrinc, a, ö, ö, nem a mai Mészáros Lőrincre gondolok, neki még nincs, neki még nincs, hanem ugye a Dózsa alvezére, akiről lehet, ugye a Történeti kutatás kiderítette, hogy legalább három vagy négy hasonló nevű papnak az összeolvasztásából jött ténylegesen létre. Tehát ugye joggal vetődik fel a kérdés, hogy egyáltalán megtörtént-e ez, megtörtént -e ez a dolog. Ugye lássuk a, a forrásokat, mert ugye a forrásokból kell kiindulni. A költőnek a tanúsága egy feljegyzés az eredeti kéziraton. Ugye a nemzeti dalnak két eredeti kézirata maradt fenn, az egyik az egy fogalmazvány, a másik az pedig egy Petőfi által letisztázott példány, aminek az aljára írta oda a következő sorokat. Eköltemény költemény buzdította március 15-én a Pesti ifjúságot, elszavaltam először az ifja kávéházában, ez ugye a Pilvax, azután az Orvosi Egyetemben, azután a szeminárium terén, most már 15. március tere, Ugye ebben az időszakban kezdődött meg Magyarországon a közterületek politikai célzatú átnevezése, ez a nemes hagyomány ez azóta is tart, ugye új rendszer, új elnevezések. Végre a nyomda előtt, melyet erőszakosan elfoglaltunk a 60 utcában, most Szabad Sajtó utca. A Szabad egy sajtó alól ez a költemény került ki legelőször. Ugye, hogyha elolvassuk ezt a feljegyzést, akkor ebből teljesen egyértelmű, hogy nem szerepel benne a Nemzeti Múzeum, mint helyszín. Holott, hogyha a költő ott elszavalta volna soha életében, se előtte, se utána akkora közönsége nem lett volna versmondás közben, mint ott. Hogy a kortársi feljegyzésekben sincs nyoma annak, hogy a költő a nemzeti dalt a múzeumnál elszavalta volna, sőt, abban a tekintetben is erősen tamáskodhatunk, hogy bárki elszavalta a nemzeti múzeumnál a nemzeti dalt, mert ugye a korabeli feljegyzésekből ez sem derül ki, tehát ami egy időben, vagy nagyjából egy időben keletkezett az eseményekkel. Egyetlen egy kivétel van egy Szőnyi Pál nevű embernek, Tisza Kálmán későbbi miniszterelnök nevelőjének a március 16-án Pestről írott levele, délután a Nemzeti Múzeum udvarára gyűlt össze a nagyobb néptömeg, hol Petőfi elmondá érintett dalát, a dal és a petíció, ugye ez a 12 pont, már kinyomott példányait osztogatták. Fölvetődik a kérdés, hogy hát ugye akkor kinek van igaza. Ugye magának a levélnek az eredeti nem ismert, 1971-ben részletét tette közzé Varga János kiváló levéltáros történész, ettől még persze lehet, hogy ténylegesen ez szerepel a szövegben, illetve ettől még lehet, hogy a szűnyi igazat mond, ugyanakkor gyanús, hogy a Petőfi másik négy szavalatát nem említi. Azt tudjuk, hogy Petőfi nem aznap írta ezt a feljegyzést, amit az előbb idéztem, mert hogy március 17-én döntött úgy a Pestvárosi Rendre ügyelő választmány, hogy ezeket a közterület átnevezéseket megejtik, tehát hogy Szabadsajtó utca, stb. stb. És hát azért az ember arra gondol, hogy két nap alatt csak nem volt amnéziája, hogy elfelejtette volna, hogy akkor ő szavalt. Ugye tízezer ember előtt, de lehet, hogy 20 ezer ember előtt. Fontos hangsúlyozni egyébként, hogy a Nemzeti Múzeum az manapság ilyen emblematikus helyszíne március 15-ének, de 48. március 15-én a helyszínek közül ez volt a legkevésbé fontos. Tehát ez egy gyülekező pont volt aznap. Olyannyira nem volt egyébként lényeges, hogy számos olyan kortársi tudósítás van, sőt még visszaemlékező is, aki meg se említi, hogy ott voltak. Tehát, hogy délután elfoglaltuk a nyomdát, kinyomtattuk 12 pont nemzeti dal, délután Pestvárosi Tanács csatlakoztatása vár, Stancsics börtöne, este Nemzeti Színház buli vége. Nemzeti színház, vagy Nemzeti Múzeum pedig e, sehol nincs benne. Ha már egyébként szóba került a nemzeti dal, akkor még egy ilyen mitosszal, hogyha lehet, leszámolnék ez közben alakult ki. Ugye szerintem most az ünnepen is lehetett olvasni, meg lehet, hogy már hallották számos helyen, hogy ugye, ugye Petőfi először nem azt írta, hogy talpra magyar híja haza, hanem először azt írta, hogy rajta magyar híja haza, és akkor szólt neki egy Szikra Ferenc nevű jurátus ifjú a Pilvaxban, belenézve a verskéziratba, hogy hát Sándor először talpra kell állítani a magyart, és utána van rajta. És a Petőfi, aki nem szerette, hogyha belepofáznak a dolgába, ugye mindig egy ilyen önjáró ember volt, az gondolkodott, gondolkodott, és akkor áthúzta a rajtát, és fölírta, hogy talpra, és hogyha megnézik a, a Föltámadott a tenger című alkotást, ami ugyan számos szervi hibával rendelkezik, viszont pénz az kétségkívül volt benne annak idején, abban is szerepel ez a jelenet. Na most, hát ugye aki ezt kitalálta, az egy Gál nevezetű úriember volt, pontosabban ő mesélte el állítólag Tallóci Lajosnak 1882-ben, amikor a Tallóci könyvet írt Vasvári Páról. Az illető az, hogy úgy mondjam, még a márciusi ifjak harmadik sorába se nagyon tartozott, és a Szikra Ferencről pedig ez az egyetlen kortársi adat, tehát hogy beleszólt abba, hogy mit ír a Petőfi. Egyetlen egy probléma van, hogy a Petőfi naplójában, ami ugye megjelent már 48 tavaszán, abban benne van, hogy ő a, e, tize, vagy a nemzeti dalt március 13-án este vagy éjszaka írta otthon Szentrei Juliska társaságában, és nem tudunk arról, hogy Szikra Ferencet meghívták volna magukhoz. Tehát ugye itt kezdődik a dolog. A másik probléma az, hogy megvan a két vers kézirat. az egyik az ugye a fogalmazvány, és abban ugyan van egy áthúzás, de az áthúzás az úgy néz ki, hogy talpra magyar most vagy soha, és a most vagy soha lett áthúzva, és annak fölé írva, hogy híja haza. Tehát ez csak azért mondom, hogy nagyon jó hangzó történet, valami kétség kívül van benne, mármint, hogy volt javítás a verskéziratban, de az összes többi az, hát tapintatosan szóval nem állja ki a történeti kutatásnak a, követelményeit, vagy a történeti kutatás próbáját. És azért is egyébként teljesen érthetetlen, mert az interneten mind a tisztázati példány, mind pedig a fogalmazati példány, ha valaki akarja, két kattintással hozzáférhető. Tehát mielőtt a hülyeségeket írunk le, vagy mondunk előtte, azért nem árt ezeket leellenőrizni. ellenőrizni. Na de térjünk vissza ugye magához a szavalathoz. Tehát lényeg az, hogy, hogy a, tizen, vagy a, a nemzeti múzeum az egyáltalán nem volt egy olyan fontos helyszín. Viszont körülbelül egy hónappal az események után a Pesti Divatlapnak a mellékleteként megjelent a Nemzeti Múzeumnak a kotta változata. Ugye ezt a képet szerintem számosan ismerik önök közül. Hát ugye egy nagy magyar vers általában nem kerülheti el a sorsát, és meg szokták zenésíteni, ez valamikor jól sikerül, valamikor kevésbé sikerült, tehát mondjuk én magam részéről a szózat megzenésítését abban a formában egy kolosszális tévedésnek tartom, mert teljesen énekelhetetlen. Szerintem számosan megkillódtunk már ezzel, ezt nyilvánosan nem vállalnám, mert nemzetárulónak neveznének, de azért valljuk be, hogy a himnuszt az valamivel jobban eltalálták annak idején. Szóval a lényeg az, hogy a nemzeti dalt is megzenésítették, és ugye ez volt a Kotta címlapon, és hát ugye ebből adódna a következtetés, hogy Petőfi Sándor, Nemzeti Múzeum, ugye lépcső, emelvény, égnek emelt kéz, fölé van írva, hogy nemzeti dal, hát akkor nyilván ez szólja. Mi mutatja azt, hogy a képen nem március 15 eseményeit láthatjuk? Hát az mutatja, hogy nincs rajta esernyő. Tudni élik, március 15-én esett az eső egész nap. A Nemzeti Múzeum előtt is esett az eső, ugye Petőfi maga írja le, hogy a zúgó eső dacára tízezer ember gyűlt össze, márpedig, ahol tízezer ember van, ott, ha nincs is tízezer esemnyő, de azért jó néhány lenne, itt pedig láthatóan nagyon szép az idő. Tehát lehet, hogy a Petőfi van a képen, lehet, hogy a Nemzeti Múzeum van a képen, de hogy nem március 15-e van a képen, az egészen biztos. Ez ugye hihetővé tette volna a dolgot. Ennek ellenére egyébként maga, a, maga ez a legenda vagy fabula, ez egészen hosszú ideig nem szerepel sehol. Tehát nem írta le 1859-ben Irányi Dániel, amikor franciául megírta a, szabadság, forradalmi szabadsághoz történetét, holott ő szemtanú és résztvevő volt, nem írta le Horváth Mihály 1865-ben szintén, és így tovább, és így tovább. Először a történettel 1881-ben Vahot Imrének, éppen a Pesti Divatlap egyébként szerkesztőjének az emlékiratában találkozunk. Ugye ő az, aki először írja azt, hogy én akkor Petőfi Sándor kiállt, és elsüvöltötte a nemzeti dalt a nagy tömegnek, amely hihetetlen lelkesedéssel vette a szavalatot. Ezzel egyetlen egy probléma van, elnézést a kifejezésért, volt. Imre egy beszari ember volt, és egész március 15-én nem tette ki a lábát otthonról. Ugye megválto, hogy hogyan alakulnak az események. Olyannyira, hogy amikor a nyomda elfoglalása és ugye a nyomtatványok kinyomtatása után Petőfiék sorra járták a különböző szerkesztőségeket, hogy mindenhol vijenek egy darab nemzeti dalt és egy darab 12 pontot, hogy a következő számba tegyék bele, akkor a Petőfi maga vitte el Vahotnak ezeket a példányokat, de a Vahot délután se volt ott sehol. Tehát hogy egy, valami olyasmit írt le, aminek ő nem volt sem részese, sem szemtanúja, az pedig főleg nem volt. A következő lejegyzés, itt nem egészen jó a, a diám, de legalább szóban korrigálom, az ugye Graca Györgynek a nagy ötkötetes a 48-49. Magyar Szabadsághoz története című munkájában, nem 1898-ban, hanem 94 ben jelenik meg, ahol szerintem ő összekombinálta a Kotta címlapot, ami benne szerepelt magában a kötetben, meg ugye a Vahotnak az emlékiratait, tehát ott már ugye ez megjelenik. Ugye a Graca könyvében nincsenek jegyzetek, tehát ez egy ilyen népszerű elbeszélés, hogy úgy mondjam, és viszont nagyon vastag és ez tekintélyt parancsol neki, ugye gyönyörű címlapja van, emberi kioltására alkalmas méretű egy-egy kötet önmagába, az öt az meg főleg egy ilyen kisebb fajta taktikai atombombának felel meg. És aztán 1898-ban pedig megjelenik egy még nagyobb díszes könyv, egy ilyen haránt alakú album, Jókai Mór, Rákosi Viktor és Bródi Sándor szerkesztésében, 1848 a Magyar Szabadsághoz története képekben, és ebben, hát ki más, mint Jókai Mór írja le március 15 e eseményeit, és ő is leírja azt, hogy és akkor kiállt Petőfi Sándor, és elszavalta, és így tovább, és így tovább. Na most ugye a Jókairól tudni kell, hogy ő közvetlenül 48-ban az események után megírta, hogy mi történt március 15-én, abban ez a történet még nem szerepel. A Jókai ugye kiváló író volt, tehát ugye valamennyien megszenvedtünk a kőszívő ember fiaival, annak idején e, gimnáziumban, és máig is kínozzák fel a diákokat, ami szerintem egy kolosszális tévedés. Zárójelbe jegyzem meg. E, tehát én mondjuk nem ezt, nem ezt olvastatnám, nem tudom, hogy kinek erről mi, mi a, véleménye. E, lényeg az, hogy nagyon jó volt korfestésben, tehát mondjuk a, a csataképek a Magyar Szabadságházból, például az a jelenet, amikor leírja, hogy Budapest kiürítésénél hogyan nézett ki a Szolnoki pályaudvar, az szerintem az egy teli találat, tehát hogy is mondjam, ha fénykép lett volna, az nem írná le ilyen pontosan, hogy mi történt. De amikor személyes emlékeiről van szó, Jókai Mór még véletlenül sem mond igazat. Tehát én soha egyetlen egy olyan történetét nem találtam, amelynek ő szereplője volt, ami kiállta volna a történeti Hát forrás kritikának bármifajta próbáját. És ugye 1898-ban, hát már ő is viszonylag idős volt, már mindenre és mindennek az ellenkezőjére hajlandó volt emlékezni. Ugye vannak egyébként olyan tények, amelyeket háromféleképpen ír le, három változatban. Tehát ugye ez sem feltétlenül komoly, de lényeg az, hogy hát ő még ráütötte a kortási hitelességnek a pecsétét is erre. Ugye így. Jött aztán a század előtt, tehát a 20. század elé maga az emléktábla, és szerintem van még egy tényező, ami alapvetően hozzájárult ahhoz, hogy ez a legenda ez annyira rögzülhessen. Most emléktábla ide vagy oda, meg Vahotimre, stb. Hogy tudnék, a Nemzeti Múzeum utólag fölértékelődött, mert hogy a kornak az eredeti helyszíneinek a többsége az vagy kimondottan jelentéktelen, mondjuk a landereréseken azt nyomdánál még egy rendes tömeggyűlés sem lehet tartani, most fogják egyébként felújítani, de hogy azok, amelyek, amelyek igazán lényegesek voltak, tehát a pilvaxot, azt ugye lebontották, amit manapság úgy hívnak Pesten, az még csak nem is az eredeti helyén van, hanem egy utcával odébb. Ugye a Pesti Városháza, aminek itt látható a képe, egy ilyen gyönyörű klasszicista épület volt, ezt akkor bontották le, amikor az Erzsébet hidat építették, a Nemzeti Múzeumot, ugye, Nemzeti e, Színházat, azt ugye a, e, azt az 50-es években, vagy mikor robbantották föl, amikor a Asztóriánál építették a, e, e, ugye a metrót, és hát a Nemzeti Múzeum az hál' Istennek megmaradt, és a tetejébe a 20. század elejétől, és főleg az 1920-as évektől rendszeresen ott tartották a március 15-i megemlékezéseket És Ugye Petőfi, március 15, Nemzeti Múzeum, hát onnan már csak egy ugrás, hogy ezt összekössük a hármat egymással, és még a nemzeti dalt is hozzá kössük, tehát szerintem ez minden mellett szól. Ezzel együtt egyébként azt mondom, hogy minden további nélkül elképzelhető, hogy főleg most, hogy itt a Petőfi emlékév kapcsán újra föl fogják túlni a különböző közgyűjteményeket, hogy előkerül egy március 15-én in situ keletkezett naplóbejegyzés, vagy levél, vagy egyéb, amelyben szintén le van írva, és akkor mindaz, amit én most önöknek ilyen hosszan elmondtam, az mind nem igaz, és akkor őszintén fogom magam szégyelni. De jelenlegi álláspontom az nagyjából így néz ki. A következő, amiről beszélnék, ez egy kisé nagyobb ugrás, ez ugye a megszegett fegyverszünet. Itt a Pákozdi csatának a képét valamennyien ismerik, ugye én Fehér vagyok, tehát eh, annak idején, nem tudom, tíz éves koromtól minden szeptember 29-én kihajtottak bennünket a Pákozdi csatamezőre, ugye különböző okosságokat hallani a eh, fegyveres erők napján, eh, és így tovább, és így tovább, hogyan fogjuk megállítani az imperializmust. Eh, ugye a képről is mindig el szoktam mondani, hogy nagyjából a, az alsó kétharmada az ugye elhihető. Hát, hogyha valaki járt már környékén, az tudja, hogy ekkora hegyeket eh, Legfeljebb akkor lehet látni, hogyha El Simon László meghívja az embert, és a borából nagyon sokat ad. Mert akkor utána ez kétségkívül megemelkednek ezek a, ezek az emelkedők, de valójában nincs. A, a többi része az egyébként stimmel a, a dolognak. és e, itt arról e, beszélnék, ugye, hogy a, a történeti irodalomban és általában a köztudatban is hosszú ideig rögzült az, hogy Pákoznál megnyertük a csatát szeptember 29-én, kötöttünk egy háromnapos fegyverszünetet Jalosics Horváth Bánnal, de a Bán az nem csak, hogy nem volt vitéz ember, mert nem tudott bennünket megverni két és félszeres túlerő birtokában, hanem még egy gyáva utolsó szószegő alak is volt, aki megszegte a fegyverszünet feltételeit, és ugye egy nappal a fegyverszünet megkötését követően elvonult észak-nyugati irányba, és hát aztán utána egészen Bécs külvárosaiig vette az irányt. Na most ugye, hogy is nézett ki ténylegesen maga ez a történet? A Pálkozdi csatát követően, ez nem jellemző általában, de a magyar hadsereg, amely győztes sereg volt, mert úgy visszaverte a horvát támadást a védelmi állásból, visszavonult egészen Martonvásárig. Miért vonultak vissza? Azért vonultak vissza, mert a horvát hadsereg túlerőben volt, és attól tartottak, hogy az éjszaka folyamán a horvát balszárny az meg fogja kerülni a magyar jobbszárnyat, és megpróbál a háta mögött, vagy megpróbálja a háta mögött elvágni a fővárosba vezető utat, illetve akár elmenni egészen a, a fővárosig. Ez egy teljesen létező aggodalom volt, benne van a korabeli magyar jelentésekben. Viszont, hogyha elmennek Martonvásárig, ott ezek a fővárosba vezető utak már találkoznak egymással, tehát ott útját lehet állni az ellenségnek. A visszavonulás az úgy történt, mint forradalmi hadseregnél szokott, tehát egyszerre egyúton, egy időben indítottak meg mindenkit. Képzelhetik, hogy mi lett ebből, mire odaértek Marton vására, mindenre hasonlított, csak győztes seregre, nem a magyar haderő tetejébe. Ott ilyen félreértések is voltak, hogy a magyar honvédeknek ugyanolyan kávébarna egyenruhájuk volt, mint a horvát határőröknek. Az egyik magyar sor ezredi zászlóhaj, ezért az első honvéd horvát határőröknek nézte, beléjük lőtt, azok visszalőttek, tehát ugye ez mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy még fokozódjon a hangulat, ha úgy tetszik. És hát amikor szeptember 29-éről 30-ára víradó éjjel beérkeznek a csapatok, mondom, hát akkor látszik, hogy itt némi rendezésre szükség van. A csata kezdetén egy Szapári Antal nevű magyar gróf, aki még István főherceg Nádorral érkezett a táborba valamikor 20-a környékén, ő fogta magát, és egyenruha se volt rajta egyébként, hanem frakban és cilinderben volt, ugye úgy jött le Budapestről, átlovagolt a képen látható Johann Kempen von Fichtenstein vezéről nagyhoz, a horvát balszág parancsnokához, és mondta neki, hogy a hát le kéne állítani az ellenségeskedéseket, mert ebből baj lesz. Ugye akkor azért még nem volt egyértelmű, hogy itt egy nagy háború fog kibontakozni. És egyébként a szapárinak igaza lett, mert hogy tényleg nagy baj lett belőle, ezt nevezzük magyar szabadsághasznak, ami ottan kibontokozott ezután. És a Kempen először nem volt nagyon fogékony erre az üzenetre, de amikor már a harmadik támadását verték vissza, akkor úgy kezdett neki leesni a dolog, hogy hát mégse lesz ez így jó. Mert hogy a magyarok feltűnően heves ellenállást tanúsítottak a tetejébe, akkor már visszaverték a csapatait egészen pátkáig, és ott a horvátok kitűzték egyébként a fehér zászlót, mire a magyar jobbszájnak az egyik parancsnoka, Ivánka Imre ő nagy átment hozzájuk beszélgetni, mert ugye a túloldalon is ugye volt bajtársak voltak. Közben viszont a magyar középhattól megérkezett egy üteg, amelyet András Higyul, a grófa későbbi miniszterelnök hozott magával, amelynek a parancsnoka csak azt látta, hogy ott sok horvát van pártka előtt, beléjük durantott, mire ezek üvöltve elszaladtak, és elvitték magukkal Ivánka Imre őrnagyot, és akkor már ugye lehetett tudni, hogy a magyarok tettek egy ilyen fegyverszüneti ajánlat félét. Ugye Jelosics a csata végén értesül, miután az ő csapatait is visszaverték, ő ugye a középen támadott, ezért átüzent a magyar táborba, hogy hajlandó három nap fegyverszünetet kötni, míg a helyzet tisztázódik. És hát valóban 30-án délután, 6 órakor Pákozdan a bán főhadiszállásán meg is kötötték magát a fegyverszünetet. Ez az, amit állítólag a Jalosics megszegett. Na most, hogyha elolvassuk a fegyverszüneti feltételt, akkor ebben ez szerepel, ugye, hogy e határvonalon túl a demarkációs vonal, tehát amitől keletre a horvátok, nyugatra pedig a magyarok nem nyomulhatnak. E határvonalon túl a fegyverszünet tartama alatt semmiféle hadművelet nem történhetik, és a már előre tolt csapatok ágyölésnyi távolságra visszavonandók. Ha értő módon olvassuk ezt, ugye manapság szokták ezt mondani a iskolában, hogy értő olvasás, akkor ebbe az következik, hogy a demarkációs vonal mögött mindenki azt csinál, amit akar. Tehát a magyarok elmehetnek Kamcsatkáig, a horvátok elmehetnek egészen Párizsig megnézni az Eiffel torony leendő helyét, de senkinek, tehát mindenkinek csak az a tilos, hogy a saját ellenfele vagy ellensége irányába nyomuljon előre. Miért vonult el Jelasics? Hát azért, mert akkor már tíz napja Fehérvár környékén folyamatosan csapatok állomásoztak, és már mindent megettek és megittak, amit meg lehetett enni és inni. A magyaroknak jött az utánpótlás, ugye az Alföld, illetve a főváros irányából. Jelasics is próbált utána szállítatni, de a Dunántúli népfelkelés, meg nemzetőrök, hát általában elfogták ezeket a szállítmányokat, és azért mondjuk egy olyan 40 ezer embert nem olyan könnyű élelmezni. Tehát egy ideig a szólamok működnek, de egy idő után a katonáknak elkezd korogni a, a gyomruk. Tehát jelosít egy olyan területre akart vonulni, ami még nincs kijöve és ahol menet közben legalább élelmezni tudja a csapatait, ezért indul el északnyugati irányba. A magyar sereg egyrészt nem érzékeli, hogy a, a bán elvonult, jönnek ugye a jelentések, de nagyon határozott hírek nincsenek, ez a korabeli magyar hadi jelentésekből kiderül. Másrészt pedig, amikor harmadikán a fegyverszünet lejárta után ténylegesen megindulnak, akkor nagyon óvatosan kell menni, mert a horvátok még mindig túlerőben vannak. És ugye most már nem csak a Martonvásári utat kell fedezni, hanem az attól éjszakra lévő valamennyi a fővárosba fedező utat, a tetejébe úgy, hogy délről még jön egy horvát hadoszlop rót tábornok vezetésével. Ezek lesznek azok, akiket majd Görgei és Perccel elfognak október 7-én Ozoránál. Tehát nagyon észnél kell lenni a, nem is annyira üldözés, inkább a követés közben. Lényeg az, hogy ugye közben elfogják el a Jelasics tábori postájának egy részét, és hát ugye a napolani időkből származik az a közmondás, francia közmondás, hogy hazudik, mint egy hadi jelentés. Ugye általában a hadi jelentések, hát nem a az igazság letíteménye is szoktak lenni. Mindig el szoktam mondani, hogy az első fennmaradt hadi jelentés az második Ramszesznek a beszámolója a Kádesi csatáról. Hát az is elég érintőleges kapcsolatban áll azzal, ami ott ténylegesen történt, és ez azóta csak fokozódott. Na most ugye a Jelasics mit ír, hogy hát ugye azért nem tudta elfoglalni, azért nem tudta elfoglalni a magyar fővárost, mert egyrészt nem voltak nehéz lövegei. Hát ez a bingo kategória, ezt már akkor tudta, amikor átkelt a dráván. Tehát mondjuk ez az egyik, ugye, hogy a magyarok lovasságban fölényben voltak, ez számszerűen nem igaz. Tehát a bánnak a lovassága az kétszer akkora volt, mint a, a magyaroké, és hát azt írja, hogy mindezekből kifolyólag úgy döntött, hogy egy, egy oldalmenetet hajt végre, flankembe végünk, ugye, így nevezik németül, és hát ilyen módon fölveszi a kapcsolatot Ausztriával. Na most ez a flankembe végünk, ez olyan, mint a rugalmas elszakadás a Wehrmacht részéről a második világháborúban, hogy mindig, amikor a diadalmas vörös hadsereg éppen odébb passzírozta őket 50 vagy 100 kilométerre, akkor mindig rugalmasan elszakadtak, hogy tudják ugye rendezni a soraikat. És hát miután a bán állandó visszavonulásban volt, ugye hát ezt is ilyen jó ízűen humorizált rajta az egész magyar-német és magyar nyelvű sajtó és ekkor kezdik el terjeszteni a magyar sajtóba, hogy nem elég, hogy a bán ugye nem vitéz katona, hanem még emellett egy hazug disznó is, mert megszegte a fegyverszüneti feltételeket, és aztán ki az, aki ráüti erre a pecsétet, hát nem más, mint Petőfi Sándor, ha már a Petőfi emlékévben vagyunk, ugye megírja a Vén Zászló című versét, fut Bécs felé, jelosítsa gyáva, seregének seregünk nyomába, és attól a pillanatok ezzel az egész hihetőnek is tűnt. Ez is mutatja egyébként, hogy a költészet fölényben van a hadi jelentésekkel szemben. A következő, amiről beszélni szeretnék, ez szintén egy olyan idézet, amelyel szerintem aki középiskolai tanulmányokat, de lehet, hogy az általános iskolai tanulmányokat végzők is találkoznak a tankönyvükben. Ugye február, 1849. február 26-27-én volt a Kápolnai csata, Alfredo Windischgrätz, herceg tábornagy, a császári fővezér, illetve Henrik Dembiszki lengyel altábornagy, a magyar honvéd főseregnek a vezére között, és hát ezt a csatát nem mi nyertük meg. A csata után Windischgrätz állítólag a itt olvasható hadi jelentést írta, hogy a lázadó csordákat kápolnánál iszonyú mennyiségben találtam, de szétszóltam őket, és legnagyobb részt megsemmisítettem, a maradék a Tiszán keresztül menekült. Remélem, hogy néhány nap múlva Debrecenben leszek, és a pártütés fészkét hatalmamba kerítem. Ugye ez az abszolút ilyen hokmecelés, ami elképzelhető. Most ugye tudjuk, hogy ez nem következett be, tehát, hogy Vindisgréc ugye olyan tétován elindult a magyarok után, de hát a Tiszán soha nem kelt át, és Debrecenbe se jutott el, legfeljebb 1849 után turistaként. És hosszú időn keresztül a magyar történeti irodalomban, a legkülönbözőbb összefoglalókban, és szégyellem bevallani, én magam is néhányszor leírtam ezt, hogy az szerepelt, hogy miután a Vindisvéc hülyeségeket jelentett a kápolnai csatáról, tehát túlértékelte úgymond a, a saját győzelmét, ez a hadi jelentés eljutott Bécsbe, illetve eljutott Olmützbe, ahol a Császári udvar volt, és a császári udvarban első Ferenc József az ifjú császára hoblokára csapott, hogy hát, de akkor mindjárt vége van a magyar szabadságharcnak. Ugye Kremzírben ülésezik a birodalmi parlament, amelyik hát ilyen demokratikus alkotmánytervet kezdett el kidolgozni, ezt nem kéne elfogadni, és hogy hát akkor mit csináljunk, hát akkor ezeket feloszlatjuk, és adunk magunk alkotmányt a népnek, és hogy a két tényező, tehát a kápolnai, magyar csatavesztés, az erről szóló hadi jelentés, illetve a Kremziri Parlament feloszlatása és az Olmici alkotmány kiadása között szoros összefüggés van. És miután ugye az egyik február 26-27-én történt, a másik meg március 4-én, hát a dolog minden további nélkül elképzelhetőnek is tűnt, hiszen az a egy hét távolság, ez éppen elegendő arról, hogy ez megtörténjen. Ugye két dolgot kell tisztázni, az egyik az, az, hogy ténylegesen mit jelentett Vindisgréc, a másik pedig az, hogy volt-e ténylegesen közel a kápolnai győzelemnek, amit osztrák győzelemnek az Olmici oktroját alkotmány kibocsátásához. Ugye a Bécsi hadilevéltárban megvan a Vindisgréc eredeti hadi jelentése, én ezt eredetiben láttam, de egyébként nem is kell odáig elmenni, mert hogy már 1849. február 28-án Budapesten a fővárosban állomásozó csapatoknak a parancsnok a nyomtatványban közzétette az eredeti hadi jelentést. Ugye itt szinte, hogyha értő módon olvassuk a hadi jelentést, akkor ebből az derül ki, hogy két napig jól megizzadtak a magyarokkal, mire sikerült őket visszaűzni a tarna vonaláról, de arra már nem volt energia, hogy ténylegesen űzzék őket, tehát tényleges üldözést alkalmazzanak. És hát ugye a nagy kétnapos csatában, amit a túlverőben lévő magyarok ellen vívtak, ami egyébként nem volt igaz, mert kevesebb magyar katona volt a csatatéren, mint császári királyi, gyakorlatilag egyetlen egy ágyút nem sikerült elfoglalni, jó foglyul ejtettek egy magyar oldalon harcolóval a zászlója, de hát tudjuk, hogy a világ három legvékonyabb könyvét az angol konyháról, a német humorról és az olasz vitézségről írták. Ugye ez föl csatlakozott az elmúlt időszakban állítólag Szlovákia története is, de ez már csak az én, én, nyilvánosan nem vállalom, tehát mondjuk kiskörösön kiskörösen már nem mondanám feltétlenül. Tehát lényeg az, hogy, hogy a hadi jelentésből nagyjából ez derül ki. Hát, hogyha valaki ennek alapján úgy vélt, hogy megnyerték a magyar szabadságkal elleni küzdelmet, akkor ugye csókoltatom, ezt lehet rá mondani. Ezután egy nappal, viszont február 28-án mezőkövesnél van egy lovassági összecsapás, ugye az osztrák elővéd túlságosan előremerészkedik, és hát a magyarok meg olyan fickósan nekik esnek, és mindjárt elvesznek tőlük négy ágyút. Ami azért mondjuk egy győztes csata után elég nagy szégyen, tapintatosan szólva, hogy az üldöző csapatokat mindig, mindjárt így pofán verik, hogy szépen fogalmazom meg magam. Majd pedig március másodikán, harmadikán a magyarok átkelnek a Tiszán, Vindis rész nem meri őket üldözni, hanem visszavonja a csapatait a főváros előterébe, és hogy itt a helyieknek is mindjárt udvaroljak, ugye két nappal később, március 5-én jön a következő nagy kudarc szolnoknál, amikor viszont már egy gyakorlatilag megsemmisítő vereséget mérnek egy császári királyi dandára, és azoktól is elvesznek a változatosság kedvéért, öt ágyút nem is beszélve a számtalan hadifogóiról és egyébről. Tehát mondjuk a magyarországi hadi események a főad szintéren nem alakultak valami jól, és ebből nem lehetett ilyen következtetéseket levonni. Na most mi a helyzet akkor a Kremzidi Parlament feloszlatásával és az Olmici oktroyált alkotmányjal? Ugye a Kremzíri Parlament, ezt csehül nem tudom kimondani, mert a Krozmer is, vagy hogy mondják, de sokkal több benne a mással hangzó, mint a magánhangzó. Ez ugye korábban Bécsben ülésezett, de a Bécsi forradalom leverését követően áttelepítették Morvaországba, hogy egy kicsit csendesebben legyenek. Ezek nem nagyon szerették a magyarokat, tehát ebből ugye ott volt a birodalom összes szláv népe, meg az osztrákok, meg mindenki, kidolgoztak néhány tervet, hogy kéne Magyarországot is felosztani. Egyébként jobban jártunk volna vele, mint Trianonnal, tehát ez is azt mutatja, hogy minden nézőpontnak a, a kérdése. És hát ugye elkezdték ezt a bizonyos demokratikus alkotmánytervet kidolgozni, amiben korlátozták volna a császárhatalmát, meg a végrehajtó hatalomét, meg, túlságosan nagy beleszólása lett volna a tartományoknak, meg a községeknek, meg az önkormányzatoknak a kormányzat ügyeibe. Ez ugye első Ferenc Józsefnek, aki alapvetően egy abszolutisztikus gondolkodású személy volt, illetve a kormányának azon belül Félix Schwarzenberg hercegnek, hát nem különösebben tetszett. És már januártól kezdve foglalkoznak azzal a gondolattal, hogy hát akkor szét kéne ezeket kergetni, és ugye tabularázát csinálni. Közben megírják az Olmici oktraját alkotmány szövegét, és február 24-én, tehát két nappal a kápolnai csata előtt elküld, elküldik a e, Johann Hübner Bárót, aki egyébként Metternich hercegnek volt a természetes fia, Windischgrätz herceghez, e, mert hogy volt egy olyan megállapodás, hogy minden e, felső szintű kormányzati döntést Windischgrätzszel is jóvá hagyatnak. A Derék Hübner Báró február 26-án megérkezik a gyöngyösi főadiszállásra, a kápolnai csata első napjának az estéjén vagyunk, találkozik Vindisgrédce, bemutatja neki a szöveget. Hát ugye a Herceg körülbelül annyira volt alkotmányos gondolkodású, mint Vladimir Putyin, hogy egy ilyen jelenkori párhuzamot hozzak, és azt mondja, hogy hát neki ez úgy nem tetszik, de hát ha már alkotmány kell, akkor már inkább ő felsége adjon alkotmányt, mint hogy ezek a Tintás fenekű képviselők próbálkoznak ilyesmivel és Hübner Báró még aznap éjszaka visszaindul Olmützbe, hogy megvigye az örömhírt Schwarzenberg hercegnek, a miniszterelnöknek. Ugye meg is történik, rábólintanak, és március 4-én megjelenik a Zolmici oktroját alkotmány, 7-én pedig ugye szétkergetik a kremziri parlamentet. Akkor mi a helyzet ezzel a bizonyos hadi jelentéssel? Hát ugye ilyenkor derül ki, hogy nem árt utána menni, hogy mi hol jelent meg először. 1850-ben egy Teófil Lapinski nevű lengyel tüzérszázados, aki a Magyar szabadságot hadseregében szolgált, ő közé az emlékiratait, azt hiszem Hamburgban jelent meg, német nyelven, és abban szerepel először ez a szöveg a lázadó csordákról, amelyeket szétkergetett Vindisgréc, és nem sokára el fogja foglalni Debrecent, de ez egy újból szopott szöveg, hogy ilyen szépen fejezzem ki magam, egy, egy fiktív szövegről van szó. E, és hát miután ez átkerült más összefoglalókba, egy idő után ő járóvá vált, és már mindenki elhitte, és senki nem nézte meg a, az eredeti aldi jelentést. Ezt csak azért mondom, hogy néha a történészeknek sem árt a körmére nézni. E, ugye, ha már az Olmöci oktrojált alkotmány, ennek a következménye lesz 49. április 14-én a függetlenség és a trónfosztás kimondása, és ezzel kapcsolatban is van egy olyan városi legenda, ugye, hogy a a Kossuth Lajos azzal, hogy kimondotta a függetlenséget és a tromfosztást, mint egy kiprovokálta első Miklós orosz a Magyarország elleni beavatkozását. De hogy még cifrább legyen a dolog, ugye Kossuth Lajos manapság nem annyira szeretik, amit egyébként nem értek, mert nyilván számos rossz tulajdonsága volt, mint valamennyiünknek, de mondjuk a történeti érdemei tekintetében, hát három nap kevés lenne ahhoz, hogy felsoroljam mindazt, amit ő a, ezért az országért értett. Ugye két dolgot szoktak mondani, és ez mindig előjön egyébként. Az egyik, hogy a szabadság az eleve reménytelen vállalkozás volt, mert hogy ott volt a Szent Szövetség, ugye Ausztria katonai szövetségben volt Oroszországgal, tehát az oroszok úgy is jöttek volna, azt úgy is leverik az egészet. És a másik állítás, az pedig úgy hangzik, hogy az orosz intervenciót kosott provokálta ki. Na most ugye a két állítás az egymással nem fér össze, mert ugye eleve reménytelen volt, akkor nem kellett kiprovokálni, tehát akkor kosut nem bűnös. Ha meg a kusut provokálta ki, akkor nem volt eleve reménytelen. Lássuk, hogy hogyan néznek ki a tények. Az első, amit le kell szögezni, hogy hát az oroszok már ben voltak az országban. 49. január végétől március közepéig ott voltak Erdélyben, mert hogy bennek a sikeres észak-erdélyi hadjáratát követően az erdélyi osztrák hadsereg parancsnoka Anton Puxner altából nagy fegyveres segítséget kért a havas alföldet megszálló orosz erők parancsnokától Lüdevsz gyalogsági tábornoktól, és az oroszok mintegy tízezer fővel bevonultak Brassóba és Nagysebembe. Ténylegesen halci cselekményekben, támadó cselekményekben nem vettek részt, hanem ugye vállalták ennek a két városnak és a környékének a, az ellenőrzését azzal, hogy a támadás éri őket, ezt vissza fogják venni a tavaszi hagyárat végén kipaszírozta őket Evdéből, de bármikor várható volt, hogy visszajönnek. Tehát ugye ott azért hosszú időn keresztül nagyon képlékeny a helyzet, azaz az orosz intervenció az ténylegesen már megtörténik, még mielőtt a kosutnak egyáltalán eszébe jutna kimondatni a függetlenséget és a trónfosztást. A következő, amit fontos hangsúlyozni, hogy a császári királyi fővezérség, ugye Vindisgréc herceg, egy hónappal a kápolnai győzelem után már arról ír egymás után előterjesztéseket az osztrák minisztertanácsnak, illetve magának Ferenc Józsefnek, hogy nincs elegendő ereje a magyarországi hadjáratnak a befejezésére, és hogy be kéne hívni az oroszokat, mondjuk egy olyan 60-80 ezer embert, mert azzal már biztosítható az az erőfölény, amelynek a birtokában le lehet számolni a honvédsereggel. Ugye hangsúlyozni szeretném, hogy a hat szinterek közül, amikor ezek a javaslatok elhangzanak, egyedül Erdélyben van döntő fordulat, tehát Bem tényleg kinyomta az osztrák orosz hadat. A magyar fősereg az még a Tisza mögött állomásozik, tehát még egy hétre vagyunk attól, hogy egyáltalán meginduljon a tavaszi hadjárat. És hát a délvidéken is nagyjából annyi történt, hogy perce múlt eljutott a csapataival Péter Váradig, és észak felől fölmentette az erődöt de még a bácskának és a bánságnak a jelentős része a császári a kezén van. Tehát már akkor, vagy még, mondom, még nincs döntő magyar fölény, már akkor úgy látja Vindisgréc, hogy orosz beavatkozásra van szükség. Ettől még persze lehetne, hogy jó, jó, javasolja, javasolja, de hát nem ezért hívják be őket. Ugye 14-én mondják ki a Debreceni nagy a függetlenséget és a tronfosztást, és ennek 17-én már a tavaszi hagyárat kellős közepén, sőt a második felének a kellős közepén ér a híre a lévai főhadiszállásra, Görgeihez, akinek hát nem minden tetszik ezzel kapcsolatban, de hát majd csak lesz valahogy gondolja. És ugye április 26-án, tehát 9 nappal később Komáromnál van a tavaszi hagyjáratnak az utolsó nagy csatája, amelyben az osztrákok ejtenek magyar hadifoglyokat. Tehát simán elképzelhető lenne, hogy ugye fogjuk ejtenek XY főhadnagyot századost, utána kikérdezik a csata után, és akkor az azt mondja, hogy hát aztán tudják-e, hogy mi történt Debrecenben, Kossuth úr kimondatta a trónfosztást, és megmondta Ferenc Józsefnek, hogy coki, hogy most már ő nem király, meg nem császár, meg egyáltalán semmi sem és hogy akkor az osztrákok is a honlokukra csapnak, és behívják a, az oroszokat, mert hát ha már ilyen szép alkalom van. Igen, nem csak az a probléma, hogy a hivatalos segítségkérésnek a dátum az április 21-e. Itt elírtam egy nappal, Schwarzenberg herceg, még mit sem tudva egyébként a nagy magyar győzelemnek a híréről, és még nincs vége a tavaszi hadjáratnak, már ír a Lengyelországban állomásozó orosz, Fősereg parancsnokának Paszkevics tábornagynak, hogy küldjenek sürgősen segítséget, mert Bécs el fog esni. Tehát az osztrákok már a tavaszi hagyárat lezárása előtt, és még mielőtt egyébként értesülnének a függetlenség és trónfosztás kimondásáról, már előtte meglépik ezt a lépést, annál is inkább, mert tudjuk, hogy április 30-án érkezik a mosoni osztrák főhadiszállásra a kimondásnak a híre, és ez május 1-én jelenik meg a Wiener Zeitungban. Tehát lényeg az, hogy a két dolognak semmi köze nincs egymáshoz. Az oroszokat nem azért hívták be, mert Kossuth kimondta a függetlenséget és a trónfosztást, Ha úgy tetszik, nem Kossuth provokálta ki a trónfosztás kimondásával, hanem Görgei a tavaszi hagyjárattal, és akkor már inkább neki köszönhetjük idézőjelbe téve a, a, dolgot. A következő a szintén az orosz intervencióhoz kapcsolódik. Higgyék el, hogy nem napi politikai alapon állítottam össze az előadást, tehát így, így, így alakult a dolog. Ugye, hogy van azzal kapcsolatban is egy legenda, hogy 1849. május 21-én Buda visszavételének a napján, Varsóban találkozik egymással első Ferenc József osztrák császár és első Miklós orosz szár, és ugye első Miklós a ekkor állapodnak meg abban, hogy hát akkor 200 katonát küldenek a Magyar Szabadság a a biztonság kedvéért. Ugye ez nagyobb volt önmagában, mint a Magyar hadsereg legnagyobb létszáma, és nagyobb volt, mint a Magyarországon bevetett császári királyi hadsereg legnagyobb létszáma. Tehát a, a segélycsapat az nagyobb volt, mint a megsegítendő fősereg. És van egy olyan legenda, hogy hát ugye ezt Ferenc József úgy köszönte meg, hogy Varsóban a Lazsenki palotának az erkéjén letérdepelt és megcsókolta első Miklós kezét. Ezt számos helyen lehet szintén olvasni, és szép irodalomban is ide-oda bekerült, még így és Gyula is hivatkozik rá a fák jalánkban. Na most mi történt egészen pontosan? Hát ugye május 1-én megy el a Ferenc József hivatalos segítségkérése első Miklósnak, és a cár hajlandó segítséget adni, de ragaszkodik ahhoz, hogy hát személyesen is beszéljék meg a dolgot. Varsóban, ugye ez május 21-én bekövetkezik, egy csillogó fogadtatás van, és fölvetődik a kérdés, hogy akkor volt egy kész csók, vagy sem. Korabeli forrás erről nincs. Ugye Varsóban állomásozott egy angol ügyvívő. Tudjuk, hogy az mi az manapság is a toppon van, és hát általában az angol hírszerzés az, amióta létezik, mondjuk a 16. század óta, az mindig a legjobbak között volt az angol ügyvivő minden lényeges és lényegtelen dolgot jelentett londonba az angol kormánynak. Olyan szinten tájékozott volt egyébként, hogy még azt is tudta, hogy amikor 21-én este a császár és a cár elmentek színházi előadásra, és a cár ugye leült, és valahogy nem volt jól kiegyensúlyozva a szék, és a szék elkezdett földölni, akkor a császár utána kapott, és hogy a Pászkevics állítól megjegyezte, hogy hát 200 ezer katonáért már az a minimum, hogy elkapja a széket. Tehát ilyen, ilyen szinten volt tájékozott az angol ügyvívő, ő nem tud erről a, nem tud erről a késcsókról. Hogy a különböző orosz emlékiratokban és naplókban, amelyeket ismerünk erről, abban szintén ennek nincs nyoma, ami azért érdekes, mert Ugyan 1849-ben még nagyon jó az osztrák-orosz viszony, ezért is adnak segítséget, de aztán az 53-as krími háború után ez nagyon megromlik. Tehát, hogyha ez az eset előfordult volna, akkor nyilván később senki nem, nem fogja vissza magát, hogy ezt leírja. De nincs egyetlen egy erre utazó, utaló tényező sem. Hát akkor honnan van a történet? Vetődik fel a kérdés, hát megint a történészek tehetnek róla, mint minden ilyen esetben. 2016-ban volt Ferenc József halálának a 200 vagy a 100. évfordulója, és akkor én tartottam egy előadást a történeti Intézet és Múzeumban a Ferenc József 48-49-es magyarokhoz való viszonyáról, és valaki akkor vetette föl, hogy hát milyen érdekes ez a történet, és utána kéne menni, és hát gondoltam, hogy akkor már megnézem jobban a, a dolgot. Na most ugye Angyal Dávidnak, aki egy kiváló történész volt, tényleg a 19. század vég, 20. század elejének az egyik legkiválóbb magyar historikusa, Neki jelent meg 1942-ben 1942 egy könyve az ifjú Ferenc Józsefről, ami szerintem nemzetközi összehasonlításban is a Ferenc József irodalomnak az egyik legjobb darabja. És ő írja le azt, hogy Ferenc Józsefből hiányzott a cár romantikus fellengzése, de idősebb barátjának, protektorának szíves jósága mégis meghatotta, a Lazsenka kastély nagy erkélyé megcsókolta a cár kezét. Oké, okay, le van írva, de hát honnan van a, az adat? Ugye megadja a hadtörtemi közleményekben Hodinka Antalnak, aki egy kiváló szlavista volt, egy könyvismertetését, amelyben a Hodinka Reveka Averbuch szovjet történésznőnek a Czárszkája Intervencia Borbe Svengeszko Revolúciáj, tehát a Cári Intervenció harcban a magyar forradalommal című 1933-as munkájára hivatkozik. De mit ír a Hodinka? Ugye azt írja, hogy az Averbuk nem említi, amit az általam ismertetett orosz szerzőnél olvashatunk, hogy Ferenc József a Varsói Lazsenka kastély nagy erkélyén kezet csókolt Miklósnak. Ugye tovább van dobva a labda, mi az a munka, amit Hodinka Antal ismertetett. Hogyha tovább olvasuk a könyvismertetést, akkor kiderül, hogy ő ismertetett egy olyan munkát, amely a Cávnak Paszkevics tábornagyhoz, az orosz fővezérhez intézett leveleit közli. Ugye több munkára utal, az egyik az Alexand Petrovics Cserbatovnak a Paszkevicsről szóló életrajzi munkája, pontosabban ennek a hatodik kötete. Egy általa közelebbről meg nem nevezett orosz munka, ami állítólag ezeket a leveleket úgymond közölte, és egy nagyjából 1898 körül általa írott könyvismertetés. Ugye tudni kell, hogy a Pászkevics kötet az eu, eu, azt hiszem, hogy éppen 1897-ben jelent meg, és 1898-ban a, a budapesti szemle, az akkori ilyen vezető magyar folyóirat, az nagyon részletes tartalmi kivonatot közölt belőle, a, főleg a magyar szabadsághozra vonatkozó részekről. Én a Hodinka könyvismertetésének megpróbáltam utána menni, és sehol semmifajta e, nyomát ennek a e, dolognak nem láttam. Ha megnézzük a Cserbatov-Péle kötetet, akkor abban nincs szó arról, hogy amikor a cár találkozik a császárral, a császár kezet csókolt volna neki. Másik olyan munkáról én nem tudok, és a orosz szakértők sem tudnak, amely a cávnak a Pászkövicshez írott leveleit közölte volna, mert hogy ezeket a leveleket a Cserbatov közölte le, tehát itt a hodinka egyszerűen valamit össze tévesztett. Viszont a Cserbatov munkájában van szó egy csókról csak nem a cár és a császár viszonylatában. Ugye Schwarzenberg, amikor elküldi a Ferenc József levelével, illetve a saját újabb levelével a segítségkérést Pászkevics hercegnek, akkor ezt a képen látható Bernard Kaboga altábornagy viszi, aki amikor megérkezik Varsóba Paszkevics tábornagyhoz, akkor a Szerbatov leírása szerint tévdre borulva csóktossa a Pászkevics kezét, és kéri, hogy azonnal küldjenek segítséget, mert hogy különben Ausztriát el fog veszni, minden nap, minden óra drága. Mi történt tehát, hogyha összegezzük a dolgot? Ugye Angyal Dávid félreértette Hodinkát, aki nem azt írta, hogy a Averbuk könyvében szerepel a késcsók, hanem azt írta, hogy nem szerepel benne, nem ment utána a saját forrásainak, és a többiek meg ugye már csak a főszöveget olvasták el, és a lábjegyzetet nem, és hát miután Angyal Dávid megbízható történész, a könyv valóban kitűnő, ezért nem mentek utána ennek az adatnak, és 1948-ban átvette Eckhardt Ferenc a maga összefoglalójába, 59-ben Spira György a maga következő összefoglalójába, és hát, mint említettem, számos más műbe, szép műbe is bekerült, és hát olyan jó leső volt elhinni alapvetően, hogy ennyire megalászkodott ugye a császár miattunk. Egyébként én azt szoktam erre mondani, hogy lehet, hogy ténylegesen nem történt meg a késcsók és a térthajtás, de azért az, hogy behívtak 200 ezer oroszt, az önmagában elég nagy, elő, hogy mondjam, elég nagy elismerés volt a magyar szabadsághoz és a magyar állam adigi teljesítménye előtt. Soha ekkora orosz hadsereg korábban nem járt az orosz határokon kívül. Tehát 1814-15-ben a felszabadító háborúk idején Napolón ellen nem vetettek be ennyi katonát. És a világtörténelemben nincs egy másik példa arra, hogy egy nagyhatalom a saját belső konfliktusát egy másik nagyhatalom ilyen méretű fegyveres segítségével rendezte volna. Szitja szívünk joggal feldoboghat, még hogyha a végén mi is szívtuk meg már elnézést a kifejezésért. És hogyha már Petőfi és az oroszok, akkor ugye lássuk a nagy örökzöldet, a Segesvár vagy Barguzin kérdést, vittek az oroszok foglyokat Szibériába, vagy hogy tovább aktualizáljam a dolgot, átoperáltatta el magát nővé Petőfi Sándor Szibériában. E, hogy megtalálják a, csontvá, a női csontvázat. E, ugye az alapvető kérdés az, ezzel az egésszel kapcsolatban az, hogy, hogy vittek-e ki az oroszok magyar hadifoglyokat Szibériába, mert hogyha nem sikerült bebizonyítani, hogy akár csak egyetlen egy magyar hadifogoly kikerült, akkor teljesen értelmetlen Szibériában keresni Petőfi Sándor sírját. Ezzel az erővel Arany Jánosét, vagy Gyulai Pálét, vagy bárkiét kereshetnénk ott e, azokét is, akiké megvan. Ugye 1849. május 21-én van ez a bizonyos megállapodás, de hát eltart június 10-ig, amíg a részletekről megállapodnak. Ugye akkor születik meg Varsóban az egyezmény, ami a, az orosz intervenció részleteit szabályozza. Megjegyzem, ez most fog először megjelenni magyarul, itt most hirdetem magamat, ugye a Nemzet és Emlékezet sorozatban lesz egy nagy vaskos válogatásom a 48-as vonatkozó iratokból, tanulmányokból és egyebekből, és lefordítottam végre a teljes egyezményt. Baromi unalvas volt egyébként, mert az egyezmény 80%-a az arról szól, hogy milyen fejadagok és milyen ellátási metódusok járnak az oroszoknak. Tehát igazán érdemi tartalma nincs. Viszont van benne egy pont a hadifoglyokról, ha a foglyul ejtett lázadók között a két szövetséges hatalom alatt valói találtatnának, kölcsönösen kiadják őket egymásnak, ugyanezt történik a hadi is. Miért volt szükség erre a pontra? Hát ugye azért, mert a Magyar Szabadságkal oldalán harcolt egy lengyel légió, ugye itt voltak szolnoknál is, hogy szintén udvaroljak a helyieknek, tehát volt egy lengyel légió, és ebben a lengyel légióban számos olyan lengyel szolgált, akik nem első Ferenc József alattvalói voltak, hanem az oroszok által megszállt lengyel területről szöktek át, és első Ferenc József ezekre, vagy első Miklós ezekre igényt tartott, ugye szívesen elvitte volna őket magával. Amennyire tudjuk, ugye mindkét fél tartotta magát ehhez a kiadatási egyezményhez. Tehát ez nagyon lényeges hangsúlyozni, hogy ez nem a, nem a sztálini Szovjetunió, ami úgy vissza el vagy polgári személyeket, hogy ez mindenfajta nemzetközi jogi szabályjal ellenkezik. Itt volt egy szerződés, és ezt a két fél, mondom jelen ismereteink szerint, betű szerint betartotta. Az kétségtelen, hogy az erdélyi hagyjárat vége felé, 49. augusztus elején, Valóban kivittek egy olyan 33500 3500 magyar hadifoglyot a Tömösi szoroson keresztül Havasalföldre, de ezt azzal a célral tették, hogy aztán Moldván át elvigyék őket Bukovináig, és ott adják át őket az osztrák hatóságoknak. Ugye egyszerűen abból a meggondolásból kifolyólag, hogy Bemapó, mint a, a mongúz össze-vissza cikázott Erdélyben, és attól tartottak, hogy hát egyszer meg fog jelenni azon a helyen, ahol éppen a magyar hadifoglyok vannak, tehát jobb nem alkalmat adni neki arra, hogy ezeket kiszabadítsa. De ennek a hadifogói szállítmánynak az útja ez tökéletesen, tökéletesen, követhető, és tudjuk, hogy amikor augusztus közepén véget érnek az erdélyi hadműveletek, akkor visszafordítják őket Havasalföldről, és ugyanúgy a Tömösi szoroson keresztül visszaviszik őket Erdélybe. Nyilván némi elhullás van, mert kolera járvány volt, meg hát aki súlyos sebesült volt, az lehet, hogy belehalt út közben, de alapvetően a hadifogói szállítmánynak a nagyobbik része az visszakerül. Tehát ennyit ugye magáról az egyezményről. Na most akkor hogyan állunk Segesvárról, meg Petőfivel, pontosabban a Segesvár Fehér Egyházi ütközettel? Hát ugye azt tudjuk, hogy a magyar veszteség az nagyjából egy olyan ezer fő körül lehetett. Ebben benne vannak a hadifogok, benne vannak a sebesültek és benne vannak a halottak. A halottak számát minimálisan 441 főre teszi a kutatás a különböző ilyen helytörténeti adatok szerint. Ugye bemnek több tisztje is elesik ebben az összecsapásban, az domokos százados, Dacó Zsigmond őrnagy, nagy, aki a testőrség parancsnoka, egy Anton kurca nevű száz születésű nagy, és hát ugye Petőfit is itt látják utoljára. Hozzáteszem a többieknek a sírhelye sincs meg, mégse kereste őket senki a Szibériában. Ugye a Petőfi az nekünk ma már ismerős, tehát hogyha szembe jönne velünk az utcának, akkor nyilván keblünkre ölelnénk, hogy Sándor derégen látunk, de ebben az időszakban ez egyáltalán nem volt annyira természetes. Annál is inkább, mert ugye az FDI hadsereg tagjainak a jelentős része az ugyanolyan írás tudatlan volt, mint a, az ország többsége, és ha valamit olvastak, azok nem petőfi voltak, hanem kalendárium, meg ilyen rémtörténetek, ugye ilyen ponyva kiadványok, hogy kivelte a a feleségét, kiszúrta az urát, stb. 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 kitalált sok pénzt a kidőlt fa alatt, és így tovább, és így tovább még tovább bonyolítja a kérdést, hogy azok az alakulatok, amelyek részt vesznek a Segesvári ütközetben, ezeknek a többségét, pontosabban szinte mindegyiket, 49 áprilisa után állítják fel FD-ben, tehát fizikailag nem is nagyon volt a kapcsolatban Petőfivel, aki akkor már a báltsági hadjáratban van együtt Bemmel, és csak júliusban tér vissza az erdélyi hadszintére, és hát mondjuk a honvédek jó esetben azt látták, hogy itt van valamilyen nyurga fiatalember, akit a, a az nagyon lappogat mindig, amikor találkoznak egymással, de hogy ez egy honvéd meg hogy ez a Petőfi Sándor, hát ez olyan különösebben nem esett le nekik. Ugye az idő múlásával exponenciálisan nőtt azoknak a száma, akik találkoztak Petőfivel a csatatéren. Kis túlzáson mondhatnám, ha ez mind ott lett volna, nem veszítjük el a segesvári ütközetet, és ugye ezek majdnem mindegyike majdnem megmentette Petőfit, tehát ugye kedvencem Teleki Sándor, a vad gróf, aki nem is volt ott, de gyönyörű leírást közöl arról, hogy ő hogyan beszélgetett Petőfilvel a Segesvári ütközetben. Na most van viszont egy olyan személy, Bauer Lajos őrnagy, aki ott van az ütközetben, fogságba is esik, de visszaszökik az oroszoktól. Ő viszont nagyon jól ismerte Petőfit, mert együtt csinálták végig a téli hadjáratot, És ő a fogságba esettek között nem találkozott Petőfivel, és szerintem ez egy elég erős érva mellett, hogy nem volt a foglyok között, ergo nem is nagyon vihették el Szibériába se. És hát akkor mi maradt? Hát akkor nagy valószínűséggel hősi halált halt, amit egyébként a többi szemtanúi beszámoló és általában az ütközetnek az egész dinamikája megenged. És van még egy tény, amit, vagy még egy történet, amit mindenképpen meg kell ezzel kapcsolatban hoztanom. Ezt Rosonci Ildikó kiváló történész kolléganőnk ásta elő a moszkvai hadi levéltárból. Ugye szerintem önök valamennyien tanultak oroszul, leszámítva az ifjabbi korosztályt. Ugye a magyar lakosság jelentős része ellenálló volt a Rákosi és a Kádár korban, mert egyikünk se tanult meg rendesen, tisztelet a kivételnek. Roson Cildikó szerencsére megtanult, és ugye ez iránt a korszak iránt érdeklődik, és talált egy nagyon érdekes esetet. 49. június, azt 22-én az orosz csapatok elfoglalják a Brassói fellegvárat. És hát ugye utána összeírják a honvédtiszteket, és van közöttük egy Jan Sidlovszki nevezetű lengyel származású, vagy lengyel születésű honvéd százados, aki korábban a császári királyi hadseregben szolgált. Ugye ő Tudta, hogy ha átadják az osztrákoknak, akkor ebből hat eljárás lesz, mert esküszegés, felségárulás, fegyveres lázadás, tehát minden, ami kell az étlapon, és hát rosszabb esetben ebből még egy halálos ítélet is összejöhet. És ezért, amikor a oroszoknak bemondta a személyi adatait, akkor mondta, hogy hát ő mennyire örül, hogy ő felsége első Miklós orosz katonáival találkozik, mert hát ő első Miklós orosz szár alattvalója ugye orosz Lengyelországban született. Na hát a muszkák is mindjárt megörültek, hogy végre van valaki, akire vonatkozik a kiadatási egyezmény. Hát mindjárt el is vitték egészen Kijevig. és hát közben a Sidlovszki azért úgy tájékozódott, hogy mi a helyzet, és hát rájött, hogy ez nem lesz jó, mert hogy nem kertes házat fognak neki adni Kijevben, hanem büntetőszázad, ami ugye nem egy életbiztosítás az orosz hadseregben, Szibéria, vagy a kettő kombinációja, tehát ugye ez egyik se jó. És Kievben hirtelen a homlokára csapott, azt mondta, hogy akkor már inkább hadbíróság, ugye inkább Kufstein, mint nem tudom, Kamcsatka. E, és azt mondta, hogy hát itt valami félreértés van, mert hogy ő első Ferenc József felsége alatt valója, és ő Galíciában született. Hát ugye az oroszok, hogyha a 20. században lettünk volna, akkor két dolog képzelhető el, vagy puskatussal fejbeverik, hogy felejts el az egészet, vagy még le is lövik, vagy a kettő egymás utánban történik meg, de ugye a első Miklós Oroszország az egy jogállam volt, ugye betartották a nemzetközi szerződéseket, és azonnal írtak az osztrák hadügyminisztériumnak, hogy itt van ez a Sidlovszki, ugye korábban császári királyi tiszt volt, nézzék már meg a nacionáléját, ugye a személyi lapján, hogy hol is született. Hát ugye az osztrák tárban is rend volt, elővették a személyi karton, megállapították, hogy tényleg mit tudom én, melyik galiciai lengyel városban született, visszaírtak a muszkáknak, akik hát nagy szentségelések közepette visszaküldték a Sidlovskit. Na most ugye senki nem kereste volna, tehát ugye akarják elviszik, lengyel volt, hazudott, ugye a lengyeleket általában nagyon utálta első Miklós oroszár. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy ha, ha egy ilyen személyt nem vittek el magukkal, mondom úgy, hogy senki nem kereste volna, akkor miért pont szegény nyomorult petőfit vitték volna el már elnézést a a kifejezésért. És van még egy történet, amit meg én találtam, és ami mutatja, hogy mennyire ragaszkodtak a szerződés betű szerinti betartásához. Ugye az orosz csapatok, amikor elkezdenek fölvonulni, akkor azzal kezdődik, hogy először megszállják Galíciát, hogy onnan a császári királyi csapatok egy részét be lehessen vetni a magyarországi hadszíntéren. És hogy amikor bevonulnak Krakóba, akkor ott találnak egy lengyel nemes urat, aki 1830 előtt első Miklós orosz cár egyik szám segédje volt, majd pedig 30. novemberében beállt a, beállt a, lengyel felkelő hadseregébe, és hát ugye végigharcolt a lengyel szabadságharcot, és utána, amikor levelték a szabadságharcot, akkor átszökött osztrák területre, és ott letelepedett, ugye nem tudom, grófot, vagy báró, vagy valami hasonló. És ugye 49-ben, amikor a muszkák megérkeznek, akkor észreveszik ezt a derék embert, és hát azt mondják, hó, hát ez első Miklós alatt valója, elviszük magunkkal és ki is viszik Galíciából, amit hát a osztrák hatóságok elkezdenek nehezményezni, mondván, hogy ez a kiadatási egyezmény kreatív értelmezése, mert hogy az illető az nem a magyar honvédseregben szolgál, hanem ugyan lengyel, ugyan korábban a cár alatt valója volt, de rá nem vonatkozik a kiadatási egyezmény. És ugye mi egyetlen egy báró, egy lengyel báró 200 ezer orosz katonához képest, tehát minden további nélkül azt mondták, hogy persze vigyétek, de az osztrák diplomácia addig verte az asztalt, amíg az oroszok szintén nagy szentségelése közepette 49. szeptemberében visszaadták az illetőt. Tehát ilyen szinten ragaszkodott a két fél a kiadatási egyezmény betartásához. Joggal mondhatjuk ennek alapján, hogy hát ugye ez az egész barguzini történet, ez inkább elrettentő példa a magyar közbeszéd és a magyar történeti érzék riasztó hiányáról, mintsem, hogy történetileg megalapozott Történet lenne, és ezzel köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. <kül>